Ez alkalommal Illés prófétáról fogunk beszélni, és a mai témánknak ez a címe, hogy hová lett a tűz? Az Ószövetségből a Királyok első könyve 19. részében a 8. verstől olvasok fel néhányat. Ágival együtt fogunk erről a témáról beszélni, a bevezető részét mondom. Olvasom akkor az igét. És ő, mármint Illés felkelt, és evett, és ivott, és mind annak az ételnek erejével 40 nap és 40 éjjel, egész az Isten hegyéig, a Hórebig. És beméne ott egy barlangba, és ott hála, és imé lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, és mondanéki, mit csinálsz itt, Illés? És mondta, jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen, az Úr előtt. És imé ott az Úr volt elmenendő, és az Úr előtt megyen vala nagy erős szél, amely a hegyeket megszaggatta, és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt abban a szélben, és a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jöve, de nem volt az Úr a tűzben sem, és a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszik. És mikor Illés ezt hallotta, befedé az ő arcát palástjával, és kimenvén megáll a barlang ajtajában, és imé szózat lőn ő hozzá, amely ezt mondá, mit csinálsz itt, Illés? Illés prófétáról egy pár szót mondanék, hogy ki volt, milyen ember volt héberül Eliáhúnak, vagy Eliáhnak hívták, ami azt jelenti, hogy Jahve az Isten. És Tisbében született, és az Úr prófétai szolgálatra használta fel Illés életét. A proféta működés ideje Akháb és Aházia izraeli királyok uralkodásának történetében volt, Krisztus előtt 874-től 852-ig. Mi jellemezte Illést? Illés mindvégig Isten harcosa volt, és amikor Izraelben válságba jutott a vallási élet, akkor állt elő Illés, mint küzdő, harcos ember. Tehát teljesen háttérbe szorította a Baál kultusz az Isten hitet. Azt a hitet, amit már Mózes idejében, Ábrahám idejében gyakoroltak, teljesen háttérbe szorult, és ez egy nagy katasztrófa volt Izrael történelme idején. De ilyen dolgok a történelemben újra előjönnek. Megdöbbenve hallottam, hogy Belgiumban üresek a templomok. Nem jár senki, és sok templomot eladnak hotel célból, hotel szolgálatra, és mutatták a televízióban, hogy a színes üvegeken besütő napot a turisták hogy élvezik, és hát ott folyik minden, borozás, ivás, minden, és hogy
hogy Belgiumban a kereszténység kiszoruló félben van a kereszténység. Hát valami ilyesmi volt Illés proféta idejében is, hogy úgy látszott, hogy a Baál kultuszi a győzelem, mert ugye a Baál a termékenységet is elősegítette, és az embereknek ez nagyon számított, hogy legyen bőtermés, mindenek a juhállomány, a tehénállomány jól fölfejlődjön, és úgy gondolták, hogy Baált, ha befolyásolják, akkor el is érik ezeket a céljukat. És ekkor Illés harcolt az egyisten hitért. Nekünk is ugye olyan időben élünk, amikor sok-sok tévtanítás jelenik meg, amikor a Krisztus engesztelő és megváltó áldozatának az értelmeit felülbírálják és más értelmet adnak ennek. Illés tehát nehéz időkben élt, de olyan ember volt, akiben Isten lelkének a tüze ott volt. És én most csak Illés pozitív oldaláról szeretnék beszélni, Ági pedig elmondja Illést a gyenge állapotában, hogy milyen volt Illés akkor. Tehát Illésben működött hatalmas isteni tűz, olyan ember volt, aki imádkozott, megnyílt az ég és eső lett. Vagy imádkozott, hogy Isten zárja be az eget, akkor 3 évig nem volt eső. Illés a szenvedést is elfogadta, és amikor már nem volt ennivalója, akkor az Úrhoz fordult, az Úr úgy gondoskodott róla, hogy a holló húst vitt neki, és a patakból ivott. Ez volt az életbe maradásának a lehetősége, és elfogadta, nem zúgolódott. A szenvedésben is ugyanaz az ember volt, ugyanaz a tűz volt, ugyanaz a szeretet. Tehát nem törte le őt a szenvedés, a nélkülözés. És Illést üldözték, mert ő megvallotta az Úr nevét és hirdette, hogy Baál az nem Isten, és volt úgy, hogy a király 50 embert küldött, 50 katonát küldött, hogy fogják el, és akkor Illés imádkozott, és tűzszállott le az ellenséges erőkre. És hát akkor is ott működött hatalmasan a tűz. Erős volt Illés, és nem félt. Ment még szembenézni a királlyal is. Megintette a királyt is, aki hát nagyon anyagias volt, és a másik embernek elvette a javait. És Illésben ott volt a tűz a Kármel hegyén is, amikor a Baál papokkal szembenézett, akik ugye abban a tudatban voltak, hogy ők mindenet fölött valók, és hogy lehengellik az Izrael népének a hitét, az ősi hitet, az egyisten hitet lehengellik. És ott egy küzdelem folyt, amit ismertek jól a Kármel hegyén, és akkor Illés proféta imádkozott, és az ő áldozatára leszállt a tűz. És akkor leborultak az emberek az Úr előtt. Ekkor lett a nagy fordulat. És hogy ez az ember ilyen különös volt, hogy Isten erejével, tűzével járt, és hogy mindenki úgy nézett rá, hogy hát Illésnek csak ez a tulajdonsága, ez a jellemzője, hogy ő mindig
a toppon van, hogy ő mindig szárnyal, és hogy ő nem ismer ilyet, hogy szomorúság, meg egyéb dolog. De ugye a hív élet nem abból áll, hogy magasan, sztárként repkedünk, és nagy hangon beszélünk Istenről, Jézusról, meg a megtérésről, hanem a hív embernek is kijut a szenvedésből, a megaláztatásból bőségesen, és hogy meg kell tanulnunk kezelni a dicsőséget, és meg kell tanulnunk kezelni a szenvedést is. Hogy ne ártson se a dicsőség nekünk, és ne ártson nekünk a szenvedése. Itt ugye Illés meneküléséről olvasunk, amit itt Sándor bácsi is mondott, hogy az Úr milyen csodálatos dolgokra használta föl Illést, és hogy mennyire látta Isten dicsőségét. Mégis ez a Jezabel, ugye a király felesége, megijesztette, mert megmondta, hogy ki fogja, hogy az életére fog törni, és hogy annyira elkeserítette ez a lelkület, amit ez a Jezabel képviselt, Illést, hogy menekülőre fogta. És ugye a pusztába menekült, és teljesen el volt keseredve, és látva azt a gyilkolászást, amit ugye bosszúból Jezabel az Úr népével tett, akik az Úré voltak, ő azt gondolta, azt hitte, és nagyon sokszor mi is így vagyunk, hogy úgy gondoljuk, és azt hisszük a keserűségünkbe, hogy mindenkit kiirtottak, nincs egy hívő se, milyen kevesen vannak, hogy az Úr szent lelke nem cselekszik, és hogy vége mindennek, Illés semmi más nem akar, csak meghalni. Ez itt kiderül az igéből, nagy búsulásom van, Uram, nem azért búsulok, mert az én életemre akarnak törni, hanem azért, hogy már nincsen senki körülöttem, egyedül vagyok. Elkeserít téged, hogy a családodban egyedül vagy hívő? Biztos, hogy elkeserít. Sok szülőt elkeserít, hogy a gyerekei nem az Úr útján járnak. És hogy nagyon sokféle keserűség van, ami megemészti az Úrral való személyes közösséget, egy ilyen nagy prófétának is ez fölemésztette. Ugye? Tulajdonképpen ebben a helyzetben Illés már úgy gondolja, hogy ő befejezte a szolgálatot, és ő szépen lelép. Itt azt olvassuk, hogy ugyanakkor pedig az Úr körülnézett, és látta, hogy mi van Illéssel, és ezért elküldte az angyalát, és ugye ott volt, oda helyezte, elsősorban a fizikai megerősödésre, és hogy nagyon sokszor az Úr elhelyez, küld segítséget, akár egy angyalt, sokszor a testvérekbe látom az Úr angyalát, amikor olyan helyzetbe kapok segítséget, amikor úgy érzem, hogy szoktam imádkozni, hogy Uram, kevés az erőm, és valamilyen segítséget adja, és akkor egyszer csak ott van a segítség. Dicsőség az Úrnak, de itt Illésnek szüksége volt arra, hogy az angyal megérintette, de hogy nézzen körül, és hogy ugye valami vegye már észre, hogy ott van a fejénél a szén között sült pogácsa, hogy ott van egy pohár víz, és hogy mondja neki az angyal, hogy hát erőd felett való utad lészen, hát egyél. Észrevesszük-e mi a segítséget, amit az Úr ad a számunkra? Hát Illés megette a pogácsát, és megitta a vizet, és ezt olvassuk itt, ugye a 6. versbe, evék és ivék, és ismét lefeküvék. És nagyon sokszor van élő ige, az Úr akár a hirdetett igén keresztül, akár az olvasott igén keresztül, más embereken keresztül, a szolgálatokon keresztül, a körülményeken keresztül szól az Úr,
meg is értjük, hogy tényleg hát kellene keresni az Urat, visszaállni a szolgálatba, hogy az Úr mit vár tőlünk, meg is értjük, és utána megfordulunk a másik felünkre, alszunk, horkolászunk, ugyanazt tesszük, amit. Én nagyon komolyan elgondolkoztam ezen, hogy amit az Úr a számomra, a megtartatásom, testi-lelki megtartatásom számára ad, hogy én avval élek-e, és hogy használom-e arra, amit az Úr ad. Mert az Úr azt akarta, hogy Illés megépüljön a lelkébe, hogy megszabaduljon a bánattól, a keserűségtől, és a rossz látásmódtól. Mert nem jól látott Illés. Úgy látta, hogy ilyen egy szál egyedül van, és ott a későbbiekben olvasok, az Úr azt mondta, hát 7000 térdet meghagytam, aki nem hajolt meg a Baálnak. Hát mit vagy elkeseredve? Gondoskodom én az Isten népéről, gondoskodom én a családodról, gondoskodom a fizikai állapotodról, és legfőképpen a lelkedről. És az Úr angyal eljött másodszor is. Úgy megbögdöste. És megillette őt, szó szerint ezt olvassuk, és azt mondta, kelj fel, mert erőd felett való utad van. És akkor Illés felkelt, megint evett és ivott abból, amit kapott, és ez a lényeg, hogy magamhoz vegyem az Úrtól kapott eledelt. Ha nekem nincs közösségem naponta Isten igéjével, ha nincs közösségem a hirdetett ígével, mert nem megyek el, hogy a Szentlélek elültesse a szívembe, mert nincs időm rá, mert nagy a búsulásom, a keserűségem, az elfoglaltságom, és ha nem viszem magammal azokat, akiket az Úr rám bízott, akkor az Úr nélkül fognak felnőni. És hogy magához vette Illés, és ment az ételnek erejével 40 nap, 40 éjjel, egészen Isten hegyéig, a Hórebig, ezt olvassuk a 8. versben. Talpra kell állni, itt már felkelt, hogy magunkhoz vegyük az Úrtól kapottakat. Most, akik itt vagytok, ugyanezt tesszük, hogy közösen elvesszük az Úrtól, amit nekünk adni akar, és az Úrnak célja van, amikor az Úr egy alkalmat megkészít, hogy lelkileg tápláljon bennünket. Az a célja van, hogy új erőt vegyünk a Szentlélek által, és menni tudjunk oda, ahova az Úr akarja, hogy elvégezhessük a szolgálatot. Az Úrnak az volt az akarata, hogy 40 nap és 40 éjjel, az olyan 480 kilométer volt a Hóreb, ennyit kellett megtenni, ezt 40 nap alatt tette meg Illés, ha jól emlékszem, amikor utána olvastam, és hogy ez nem kicsi dolog, én nem mernék elindulni 480 kilométerre gyalog a mostani állapotomba. De abba bizonyos vagyok, hogy ha szükség lenne rá, akkor megadná az Úr az erőt. És én úgy gondolom, hogy az Úr soha nem küld el olyan útra, hogy ne adná meg hozzá a fizikai és a lelki erőt, csak készen legyünk a lelkünkben. Az eledel fölkészítette Illést, és el tudott jutni a Hórebig. És itt a barlang ügy, a nőnapon beszélgettünk róla, de én azért ezt úgy utána néztem, hogy ez a barlang, az a barlang volt a Hóreben, ahol Mózes is ott volt, imádkozott, ahol az Úr kijelentette magát Mózesnek. Ez nem volt véletlen, hogy Illés próféta eljutott a Hórebig, hogy bement a barlangba, gondolta, ott oltalom alatt lesz. Mit csinálsz itt, Illés? Újra megkérdezi tőle az Úr.
ott is aludt, lefeküdt aludni a barlangba, ott hála, ezt olvassuk a 19. rész 9. versébe, és akkor az Úr szólt hozzá, hogy mit csinálsz itt, és úgy gondolom, hogy az Úr hozzánk is szól. Itt vagyunk a barlangban, jó helyen vagyunk. Mit csinálsz itt? Mi a terved? Eljöttél eddig, ugye Illés is megtette ezt a sok kilométert, és akkor ugyanabban a lelkületben maradt meg. Nagy busulásom van, az Úrért van busulásom, elhagyták a te szövetségedet, Izrael fiai. Egyedül maradtam, és halálra keresnek. Hát ez volt a busulásának az oka. És akkor azt mondja neki az Úr, rendben van, de gyere ki a barlangból. És hogy át kellett élnie azt, Illésnek kijött természetesen a barlangból, megállt az Úr előtt, hogy sem a szél, sem a viharban nincs ott az Úr, se a tűzbe, ugye itt föl vannak sorolva, hanem az Úr egy halk és szelíd hangon szólt hozzá. És én úgy gondolom, hogy ma nagyon sokan ezt a nagy hangos hívő életet élik, ugye, ha a zenei dolgokra gondolunk, hogy teljesen, mint a világiak, ugyanúgy, és azt gondolják, hogy abban benne van az Úr, ugye ez a dicsőítő szolgálatok, stb. Én ezt nem azt mondom, hogy nincs meg, amit Isten dicsőségére tesz valaki, de hogy az Úr itt helyre igazít, hogy én és nem a tűzbe vagyok, nem a viharba vagyok, még ha összetörnek a sziklák is. Az Úr mindig halkan és csendben szól hozzánk, és én ez az a személyes közösség, amit a búcsulás miatt elveszített Illés. Nagyon elgondolkoztatott engem még itt Illéssel kapcsolatban ez a kijelentés, hogy nincs benne az Úr. Tehát sok mindent teszünk, és azt gondoljuk, hogy hát igen, ez teljesen igeszerű, és nincs benne az Úr. Azt gondoljuk, hogy van egy szeretett megnyilvánulásunk valaki iránt, és nincs benne az Úr. Ezért csak egy kopogós szeretet az egész, és vannak nagy terveink, és nincsen benne az Úr. És hogy szeretnénk ezt is, más dolgokat is, és megsértődünk, hogy az Úr nem valósítja meg, hogy nincs benne. És hogy az emberi kapcsolataink is lehetnek ilyenek, hogy együtt vagyunk, de valahogy nincs benne az Úr, nincs jelen az Úr, mert esetleg valami más irányba tartunk, és hogy ez a cél, hogy az Úrban lét megvalósuljon. Jézus is ezt hangsúlyozta, hogy amint a szőlőtőkén ott van a vessző, az Úrban, ha az Úrban vagyunk, akkor az élet erő, a Krisztus ereje, az élete átjár az életünket, mint azokat a vesszőket, amik a tőkén vannak. Tehát nagyon elgondolkoztató Illésnek ez a története, és hogy még egy ilyen nagy ember is elcsüngged, elkeseredik, de hogy az Úr kihozza a barlangból, mert nem ott a helye, hogy ott búsulgasson, hanem hogy kiálljon az Úr elé, és hogy az Úr beszélni akar vele.